Tehát ugye hát az időzítés. Ennyire nem lehet senki sem megalkuvó, nem? Tehát én nem tudom, tehát amikor bekopogok a szomszédhoz, hogy van egy kis pénze, akkor egyúttal nem pofozom meg, hogy kalapált reggel fél hatkor. Hát nem, ez nagyjából ilyen egyszerű. Nem, de például, hogyha két mezitláb jön ki a nagy hóba, egy szágacsába, hogy önnek pénzt adjon, akkor lehet, hogy az illik azt mondani, hogy te nagyon jók vagyunk hasonlatokban. Elfelejtettél felöltözni. Arról volt szó, nagyon bonyolult Európai Unióról jutott eszembe, hogy a magyar adórendszer, na az majd nem lesz bonyolult. Most ehhez képest újabb és újabb adók vannak, most a pénzügyi tranzakciós adóról lehet hallani, mint a magyar költségvetés hiányát megváltó lehetőségről. Tisztázok valamit, a pénzügyi tranzakciós adóról egyébként a 90-es évek végétől lehet hallani, nem is a mi ötletünk. Csak nem ebben a formában. De azt még, hogy milyen formában vezetjük. Ebben megint elsők leszünk. Ha bevezetjük egyáltalán, az kérdés. A helyzet a következő. Ugye bizonyára észrevette, hogy egy nagy finanszírozási világválság robbant ki, amiben a főfelé, ami Európában egy borzasztó válságot okozott, ami alapvetően a pénzügyi közvetítő intézményrendszernek, röviden szóval bankoknak köszönhető. És mert hogy ők, meg a hitelminősítőknek nem figyelmeztettek, nem vették észre, sőt hagyták elmenni a teljesen fedezet nélküli bóvli kötvényeket, papírokat, stb. És nem részletezem. És ennek a megfékezésére az egyik lehetséges megoldás az az, amit nagyon sokan felvetettek korábban, számos ismert közgazdász, hogy a pénzügyi, a bankközi pénzügyi tranzakciós adókat, hogyha bevezetné az Unió, akkor ez fékezné a bankközi spekulációt, mert pluszköltséget terhelne rá, és ez jótékonyan hatna a pénzügyi intézményrendszer működésére, mert nem azzal foglalkozna, hogy felesleges pénzügyi lufikat, mint termékeket felfújja a piacon, azok kipukkannak és összedöntik a gazdaságot, meg emberek millióinak a megtakarítását elviszik, hanem azzal foglalkoznak, ami a valódi feladatuk lenne, hogy a gazdaságot finanszírozzák. Na most ennek a magyarországi bevezetés, mert az Unióban is ez egy nagy vita. De ők ugye másképp vezetné be, ugye, amit lehet nálunk tudni, az arról szólna, hogy minden csekre, minden ATM kivétre, a munkabér elutalására és a munkabér felvételre bankszámára mindenre kivetni a magyar kormány ezt az adót. Erről van most szó? Nem, nincs erről szó. Nincs szó róla? Hát hogy lenne szó? Azért, mert csináltatunk egy tanulmányt, ahol áttekintjük azt, hogy milyen lehetőségek vannak, és abból, mint elképesztő, vagyis milyen, ultima rációként, ez is bennem, hogy egy ilyen széleskörű kiterjesztést lehet alkalmazni, ez nem jelenti azt, hogy ebből fogunk előterjesztést csinálni. Nem keltek pánikot, van, aki tegnap már kiszámolta, tele van vele az internetes sajtó, hogy mennyibe fog ez családokként kerülni az embereknek. Tudja, egy ilyen rendelkezésből akkor lesz valami, akkor érdemes egyébként erről beszélni, hogyha már a parlament előtt van valami fajta javaslat. Szerintem például a csekkekre, meg az ATM kivétekre nem fogunk semmifajta adót kivetni. Én például biztos, hogy tiltakozni fogok ellene, és én, ahogy a Fidesz frakciót ismerem, biztos vagyok abban, hogy ez a lehetőségek általános tárházában benne van, de nem fogjuk ezt bevezetni, mert Magyarországon a csekkes befizetés ma még olyan általánosan elterjedt fizetési forma, ami miatt ez felesleges. Csekre, ATM-re, nem munkabérre? Hát a munkabér az milyen pénzügyi tranzakció? Hát kötelező elutalni a munkabért a számlára, és a számláról lehet fölvenni. Ennek a felvétel, hát az ATM felvétel, tehát ezt már akkor rákérdezett erre, viszont ez egy fontos dolog, mert ugyan a munkabéreket kötelezően most már banknak kell utalni, de azt nagyon szélesen, ugye ez egy kényszerintézkedés, tehát ön sem tudja máshogy felvenni a fizetését. Viszont a helyzet az az, hogy a bankok ezzel úgy látom, hogy ha elég rendesen élnek, mert olyan mindenfajta költségeket terhelnek sok esetben arra, hogy az ember egyáltalán a pénzéhez jusson, amit érdemes újra gondolni, hogy pont ezt megengedjük-e, hogyha már olyan kényszerintézkedést hoztunk, hogy a csekken lehet csak felvenni a fizetést, hogy ezt ne terhelje különböző adó, vagy átutalási, tranzakciós költség, stb. Mert egyébként a bankok ezt kezelik, ezt tehát az egyik oldalon adót vetnének erre ki, viszont a bankoknál a munkabér jellegű befizetések számlára történő átutalásokat érintő illetékeket kivezettetnék a rendszerből? Én azt mondom, nem. Ez egy felvetés. Tehát én csak ezt külön szeretném pont ezzel kapcsolatban megvizsgálni. Például, hogy biztos tudja, hogy az a szabály, hogy a közalkalmazottak esetén a fizetésük ATM felvétele, illetőleg a tranzakciós költségek, ami ezzel kapcsolatos, azt kellene téríteni 2000 forint erejéig a dolgozóknak, hogy ne járjanak rosszabbul. Ez még a, nem tudom, talán Medgyesi Péter intézkedése volt. Igen ám, de úgy szól a szabály, hogy csak úgy lehet ezt téríteni, hogy tételesen elszámol az illetővel. Na most ez elég nonsens, mert senki nem tudja, nagyon utána kellene menni, és óriási adminisztrációt jelentene, hogyha valaki tételesen megpróbál kimutatni a munkáltatójának, hogy igazából a pénzfelvétel, a pénzkezeléssel kapcsolatos tételes költsége, és csak az adott havi, tehát nem az összes, ez egész, az hogyan alakul, ezért tulajdonképpen ez ugyan be van vezetve, de nagyon ritkán alkalmazzák, mert általában meg nem lehet kifizetni. Most ezeket a kérdéseket érdemes megvizsgálni, mert itt olyan hátrányírni a dolgozókat, ami egyébként jogtalan, a bevezetésekor is gondoltak erre, csak egy nem működő intézmény. Arra a felvetésre reagálnak, hogy a banki különadót egy füst alatt akkor ki kéne vezetni a rendszerből? Hát a bankok így gyakran fizetnek adott esetben? Amikor bevezettük a banki különadót, akkor mit mondtunk? Azt, hogy ez egy rendkívüli 3 éves adó. Tehát ki kell levezetni a rendszerből azt, ami egyébként automatikusan felszámolódik. Majd egy évvel később, igen, 2013-ban. Tehát kivezetjük, tehát nem marad benne a rendszerben. Azt mondtuk, hogy a banki különadót kivezetjük, meg is mondtuk, hogy milyen ütemezéssel, ez fog történni. Megvizsgálják, hogy Súri Jánoszról lehet a köztársasági elnök a KDNP részéről, mintha lenne egy ilyen felvetés, legalábbis tegnap ez is kiszivárgott. 16-án, azaz hétfőn, már ezt említettem, és az előbb lesz arról szó a frakcióülés előtt, hogy a miniszterelnök úr kit javasol. Szerintem, vagy kiket, szerintem a Fidesz-KDNP frakciószövetség az egy embert fog javasolni, aztán hivatalosan a parlamentnek. Egyébként most is lesz... Áder Jánost? Tessék? Áder Jánost? Most, édes Istenem, csak nem gondolja azt, annyira azért nem vagyok álmos, bár korán keltem, hogy ezt a csalit bekapjam. Na jó. Képviselő, köszönöm szépen, hogy eljött. Vigyázzad a kapuban, nehogy összeütközön a befelé tartókkal. Nem, Isten őrizzen, de legközelebb majd megkérdezem, hogy pontosan ki, mikor jött be, és ha nem tudjuk, azon, hogy káosz van. Hát ugye, nagy baj lehet. Köszönöm szépen, viszontlátásra.